Attalán tartotta meg a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulási Tanács rendes éves első ülését. 2019 éves költségvetést most tárgyatok épp az imént. Ebből adódóan nyilván a 2019 is előzetesen nagyon jónak ígérkezik. Önkormányzati tagsággal egyeztetve, viszont azt gondoltuk, hogy az idén egy nagyon pici áldozatot hozunk, és minden település néhány pár százezer forinttal hozzájárul az intézményünk működéséhez, ezáltal egyfővel tudjuk bővíteni a családsegítő szolgálatot, és azt gondoljuk, hogy ennek a szakmai kihívásnak eleget kell, hogy tudjunk tenni, és nyilván ez a kevéske hozzájárulás megteremti ennek a fedezetét. Pintér Szilárd a társulás elnöke elmondta, a tavalyi feladat alapú finanszírozás megoldotta azokat a kihívásokat, amik elé a társulás állt. Az önkormányzatnak a tagdíjon felül más hozzájárulást nem kellett fizetnie a közös kasszába. A segítőkéz alapszolgáltató intézmény tavalyi éves beszámolója is napirenden volt az ülésen. 2016. január 1-én 12 település, Attala, Csibrák, Csikostöttös, Dalmad, Döbrököz, Gyulai, Jágónak, Kapospula, Kaposszegcső, Kocsola, Kurt megalakította a Kaposmenti Segítőkéz Alapszolgáltató Intézmény. Ez ugye azt jelenti, kettő szolgáltatást működtetünk, az egyik a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, illetve a házi segítségnyújtás szolgáltatás. Ezt a funkciót most már 3 éve töltjük be a kistérségen. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól beépültünk a települések életébe, ahol tudunk és ahol szükség van rá. Segítünk, ugye a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás a rászoruló családoknak, gyermekeknek nyújt segítséget, a házi segítségnyújtás pedig a településen élő általában időseknek segít a hétköznapjaikban. Financiálisan és szakmailag egyaránt úgy érzem, hogy jól teljesítettünk. A házi segítségnyújtás zárása a december 31-i állapot szerint 86 gondozottat láttunk el, gyermekjóléti, illetve családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában pedig szintén olyan közel 90 személy az, akinek segítséget nyújtunk. Megvannak már? Gondolom, megvannak már a tervek is az idei esztendőre, hogy mi az a kvóta, lehet ilyen csúnyán fogalmazni, amit teljesítenétek. Hát igen, ezt a szociális szolgáltatások vonatkozásában nagyon nehéz így kijelenteni. Ugye célunk az, hogy minél több családnak, minél több rászorulónak nyújtsunk szakmai segítséget. Ez ugye természetesen jelenthetné azt, hogy csökken az ellátotti létszám. Ez nem így történik, sőt általában növekszik, hiszen ahogy megismernek minket, megismerik a segítő tevékenységünket, egyre többen fordulnak hozzánk. Ilyen előirányzott kvóta nincs nálunk. Akinek tudunk, aki hozzánk fordul, segítünk nekik. Jelenleg zajlik a faluszépítés LEADER módra pályázatok beérkezett hiánypótlásainak feldolgozása is. A Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség a LEADER források lehívására alakult akciócsoport. Gyakorlatilag 2007-től már működünk, és a 2014-20-as pályázati ciklusban is a vidéki fejlesztési források koordinálását végezzük a Ponyhád és Dombóvári térség 10.000 fő alatti településein. A tavalyiben indult a LEADER pályázatok benyújtásának lehetősége, és le is zárult egyben. Összesen, ami az önkormányzatokat érintheti, 36 települési önkormányzat tartozik az akciócsoporthoz, és ebből 35 nyújtott be pályázatot. Most az ügyintézési szakaszban vagyunk, hiánypótlások ügyintézése zajlik, úgyhogy remélhetőleg biztató híreket tudunk az önkormányzatoknak közölni, hogy hamarosan támogatói döntések is születnek a pályázatok kapcsán. Összességében az önkormányzatokat érintő fejlesztésekre 144 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre. Erre tudtak az önkormányzatok pályázatonként 4 millió forintos támogatási összeget igényelni. Település szépítésre, fejlesztésre, különböző beruházásokra. Ezek a különböző beruházások és fejlesztések mit is takarhatnak? Hát ilyen apróbb cseprő fejlesztések férnek ebbe az összegbe bele, tehát játszótérfejlesztés, fitnesspark, járdafelújítás, közösségi épületek felújítása volt, ami jellemzően beérkezett, mint pályázati igény. A támogatási összeg az 75% és 95% között volt, és körülbelül ehhez mérten tervezték az önkormányzatok a beruházást, tehát ilyen 5-6 millió forintos projektek érkeztek be hozzánk. A helyi bírálóbizottsági döntés márciusra várható.